hát a lipicai lovakat fogjuk meglátni, ha meglátjuk, de... Tehát egy nagyon jó napot kíván önöknek, és kellemes napot kíván Csakovon. Vi se sada nalazite na jednoj lokaciji Ergele Đakovo, zove se Pastuharnja, gdje su buškovi. Tehát önök most a Gyakovói Ménesnek a Pastuharna nevű területén vagy lokációján tartózkodnak, itt a csődöröket tartják. Körülbelül 40 ló van ezen a területen. Futtató masina. Mielőtt dolgozni kezdenének a lovakkal, be kell, hogy melegítsék az állatokat. Ez a bemelegítés. Így szokták azt elvégezni, úgyhogy bekötnek 5 lovat, és akkor itt körbefutatják őket. Ez próbálva, ide. Pár szor, hogy bevelegedjenek az izmaik. Evo, tvoj Mađar. Gezo, naš trener, inače Mađar. Az úriember, a Gréfel lovagból Nagy Gézának hívják. Evo, tu je juče bilo natjecanje, vidite, još je ostalo. Itt is volt verseny tegnap. Između se voze fiakere. Tehát ezek az akadályok között hajtották a fiakerokat, és a kocsikat. To su bile razne prepreke, ale to maknuto. Voltak itt különféle akadályok, amit már elpakoltak. Evo, to su napravili prije par godina, oko 600 gledatelja. Evo, to je naš Geza. Geza, evo, malo... Kicsit sokat dolgozott máma, mert tegnap nem volt kint, és akkor... Igen. Aha. Tele van energiával. Le kell fárasztani. Sok az energiája. És mennyi időt lovagol így bele, de úgy időben ilyen. Napi. Egy nap. Hát mennyi ideig lovagolják? Egy lovat. Egy óra? Minden nap egy óra. Egy óra. Megjelenik. Aha. Jó. Egy és után egy egyes után fürdetik a lovakat, és itt szárítják, leszárítják. Thank you.
kicsit bal. Ez a Ami az égből esett le. Ami az égből esett le. Valószínű. Ezt a legendát nem szabad megdönteni.
azt mondják, hogy a zsákóbúlyok, hogy akármi is legyen, az övéké, és imádják, és nem akarják kinevelni. Végig, ez malahitnak hívják, ilyen szép kék színű karol. Akármi is legyen, az övéké, és nem adják. Jó nagy. Kell, hogy valamibe higgyenek. Még jó, nem kell bedobni. Ekkora nagy. Hát mondom, hogy ha ekkora marad a légkörön átérve, akkor ezt tonnákba mérjük, és az a fél földbolyog. Keleti Tempi. Erre történik egy átalakított Gialli lehet. Lát, hogy minden tükröződik. Semmit nem látunk belőle. Koronával a tehát Horosztiba vagyunk, a Horoszti tájnál, a református templom mellett közvetlenül. Táska varrógép, tessék. Igen, még a régi zinger. Ez a Haraszti református templom. Gyakorlatilag Horvátországban a magyarság több mint van ez az egyik rész, az Ukrajnában van, a Tökösi kastély. Egyelőre ugye a parkban vagyunk. Hát szemnapokat látod. Egy kastély. Tito elvtárs kedvelt
Egyik vadász kastélya. Ahol több, nagyon magasrangú miniszterelnök államfő is jár. Ez a terület, ahogy említettem, a török kiűzése után Savoyai emléhez került. Akinek nem volt gyermeke, visszaszállt a Habsburg házhoz, és Mária Terézia lánya, Krisztina főhercegnő megvásárolta a koronától ezt az egész területet, ezt a több mint 100 000 holdat, és hát mivel most már a miénk, ezért a férjével különböző fejlesztésekbe kezdtek. Elkezdték a gazdaságot kicsit összekovácsolni, ahogy említettem a vasutat, 500 km vasútvonalat építettek, a hajózás, szabályozások, és hát a mezőgazdaság. 70 000, hát hogy is mondjam, alkalmazottjuk volt, Simon finoman fogalmazva, kerét, aki ezen a birtokon dolgozott, mikor eljött az aratás, ez a főmunkás. Hát, Castrónak építették ezt a hagyaszárnyat, de végül is nem érkezett meg, és putyára építették. Olyan, mint hogyha a fagerenda között kézzával lennék össze. Hát ezek a fagerendák olyan műfagerendák, mert csak le van szépen festve, hogy nem fa, hanem marter. Ez a vadászoknak a szállás helye volt. Nem kell följönni, mert onnan jobban lehet látni. Egy vonalat szeretnék mutatni, ez itt látható. 1926. És itt van egy dátum, 7. hó másodika. Önök szerint mi lehet ez? Odaígért a víz. Nem. Egy valaki eltalálta, odaígért a víz. Egy gát szakadás történt a Dunán, és a környéket elöntötte a Dunán. És itt eddig ért a víz, itt jelölték meg. 1926. Igen, megoldottak a kérdést. Nem hallotta. A szokásos welcome drink. A halat, a vadat, meg a bombát. Megjöttek a fehérvári utcáról. Zenés fogadtatás. Hol vagy, Fali? Fali, kezdes egy biztos? Thank you.